Halló, sziasztok! Egy rövid, gyors kis filmet szeretnék a vertikális csalikról. Megjelent itt, látjátok, egy különleges vertikális csalink. Ez két részes. Tudtommal az első olyan vertikális csali, ami két részből áll. Léteznek olyanok, amelynek az orrában van a karika, de az inkább húzásra van, emelésre. Tudtommal ez az egy. Ő már bizonyított, nem egy, nem két halat fogtunk vele. Sőt, sikerült fogni vele egy 212 cm-es harcsát, azt majd látni fogjátok. Igazából sokan kérdeztétek, ezért is készült ez a kis rövid oktató videó. Mi a vertikális csalinak a lényege? Igazából, mint a neve is mondja, vertikális irányba mozog, úgy rángatózik, úgy húzod, te irányítod, néha megállítod, sőt, ezt meg is kell állítani, mert ez pontosan azért lett kitalálva, hogy a gyors vízbe, mondjuk egy Dunába, vagy a Tiszának bizonyos kanyarulataiban, vagy itt Franciaországban, a Nagyrónon, ha néha megállítom, akkor egy picit lötyög a csali, és néha így lifeg a hátulja, ezt nagyon-nagyon szeretik a harcsák. Így mutatom is, ez a lifegő rész, már hiányzik a szemembe, megették a hareszkák. Így néz ki, így vergődik, majd a videón látni fogjátok a halat, hogy kapja el. Lehet gyorsan, lehet lassan vezetni, ezt úgyis érezni kell, egy erős gerinces bot kell hozzá. És ahogy már előbb említettem, egy masszív orsó és egy gyors, rövid gerinces bot kell a mozgatásához, ami körülbelül így néz ki, ha ballal csinálod, ha jobbal, akkor is. Csak az irány változik, a mozgás marad ugyanaz, de az én dumámon kívül inkább nézzétek a videót, látni fogjátok benne a halfogást, megmutatom magát a technikát, illetve mielőtt elkezdjük, mutatok egy pár modellt, ami alkalmas a harcsafogásra, nem csak ez, amit láttatok, van több modell is, amivel lehet harcsát fogni. Ígéretemhez híven mutatnám itt a csalikat, ők is vékony vertikálisak, ők egyrészesek, fishmagnetek, még mindig fishmagnet. Még mindig, hát nyilvánvalóan nekem a favorit. Aztán Szebilek, régen nagyon-nagyon sok harcsát fogtam velük, azért lett kitalálva a fishmagnet, mert egy idő után a harcsák megismerik ezeknek a rezonanciájukat, és új kellett Blacket. Na, ő velük nem sok eredményt értem el, úgyhogy ők maradnak dísznek, és az állandó kedvencek még mindig a magnetek. Ő velük nagyon-nagyon sok harcsát sikerült már zsákmányolnom. Jó szórakozást, köszi! Heavy metal trash and war.